Jó estét kívánok, köszönjük szépen, hogy velünk tartanak. Ez most egy olyan adás lesz, amikor szívünk szerint kértünk volna még legalább 20-30 percet, mert hogy annyi témánk van, ezt nem kaptuk meg, úgyhogy így egy nagyon-nagyon tömény civilapályára számíthatok, mert hogy rengeteg nagy horderejű fontos dolog történt az országban, és ezeket mind-mind végigvesztük ma este, és hogy kik kell. Itt van velünk Rangos Katalin, Kunce Gábor, Hacsán Gábor, illetve Víg Dávid. Köszönöm szépen mindenkinek, hogy eljött, és akkor én itt a híradó végén azt mondtam, hogy az én fejemben az első három témánk a családbarát kormányzás különböző döntései címszó alatt futhat, mert hogy beszélni fogunk többek között arról, ami a Madách gimnáziumban történt, az igazgató azonnali hatállyal való menesztéséről, beszélni fogunk arról is, hogy a gyerekvédelemben hogyan mondanak fel dolgozók azok után, hogy látják, hogy mit is jelent az átvilágítás konkrétan, és arról is, hogy a védőnök fizetését kinek, milyen döntés után csökkentették úgy, hogy több 10 000 forinttal kevesebbet visznek haza. Hogy ez mennyiben családbarát vagy nem, mi ezeknek az intézkedéseknek a valódi célja, ez fog most terítékre kerülni, és akkor kezdjük azzal, ami talán a vártnál sokkal nagyobb botrányt váltott ki, a telefonhasználattal kapcsolatos döntés, illetve ezután az igazgató úr menesztése. Több százan tüntettek a Madách gimnázium előtt, ahová azért szerveztek demonstrációt a diákok, mert a belügyminisztérium azonnali hatállyal menesztette az intézmény igazgatóját, Mészáros Csabát. Mészárost azért rúgták ki, mert közölte, nem tartják be azt a rendeletet, ami alapján az új tanévtől minden tanulótól el kell venni a mobiltelefonját a tanítás kezdete előtt. A tüntetés egyik felszólalója arról beszélt, hogy ez a döntés nem csak aránytalan és eltúlzott, de felmérhetetlen károkat okoz a diákok lelkében és teljesítményében. Hozzátette, a hatalom kivillantotta Szuvas Vicsorát. Ugye 2000 óta volt igazgató a gimnáziumban, és egy Facebook posztban úgy fogalmazott, hogy jövőre a Madách tanára leszek, és kedvemre úgy zárom a pályámat, ahogy elkezdtem, tanítok. Nincs ennél nagyobb és felszabadítóbb boldogság, ma csak én éreztem ezt, mondja így a tüntetések kapcsán. És ugye rengeteg ágaboga van ennek a történetnek, talán egy friss, ami a hét második felében körvonalazódott, az a vita, hogy akkor Maruzsa Zoltán tudott-e arról, hogy ő ezt nem fogja betartani. Ebben a Facebook posztban az igazgató úgy fogalmaz, hogy tudott, mert hogy ő ezt már jelezte, amire Maruzsa Zoltánnak nem volt ellenvetése, mert, idézi az igazgató, milyen mesteri a rendelet, hogy ezt is engedi. Erre a belügyminisztérium reagált, hogy hát van is sapka, nincs is sapka, mert hogy szólt, igen, hogy egy közleményt tett ki a gimnázium, de a tartalmát nem ismerte az államtitkárság. Számít-e ez egyáltalán ebben az egész vitában? Nem. Szerintem, mert így ismertük ezt a kormányt, hogy bármit és bárminek az ellenkezőjét képes megengedni saját magának. Maruzsának odajár a két lánya Madách gimnáziumba, hát lehet, hogy néha beszélgetnek egymással, és akkor tudhatta volna azt is, hogy ott volt egy szabályozása a mobil használatnak, amire ebben a közleményben azt mondja az igazgató, hogy szigorítani fogják az ellenőrzést, de egyébként a szabályozás marad, mert az egyik céljuk az volt, hogy okos, értelmes mobil használatra szoktassák rá a tanulókat, ami nagyon helyes, másrészt pedig időnként oktatási segédeszköznek használták, az meg a 21. században nem olyan bonyolult. Ez, hogy mindenfajta egyeztetés nélkül puff, betiltok valamit, és akkor valakinél kilóg a, ja és ugye a kormányrendelet 5. paragrafusa lehetővé is teszi azt, amit a Madách gimnázium akar csinálni, de hogy aki meg kilóg a sorból, puff, kirúgom, hát ugyanez van egyébként a kórházi főigazgatókkal. Csak egy apróság, hogy én úgy olvasom, hogy már nem járnak oda, igen, a lányai, oda, igen, jártak, de ez, igen, a nagyképpen sokat nem módosít. Igen, szóval, hogy a rendelet lehetővé teszi, csak ugye pont az igazgató is sokan arra hivatkoznak, hogy ez akkora adminisztráció, hogy minden esetben hát dokumentálni azt, hogy akkor milyen alapon, ki, hol, miért veheti elő azt a telefont,
olyanról nem is beszél, hogyha valahová járnak 800-an, akkor 800 telefont reggel elvenni, biztonságosan személyes adatokat, meg mint tulajdont védve tárolni, aztán visszaadni. Most azt egy betelefonáló az egyik rádióműsorban Németországból telefonált, ott tanít, és azt mondja, hogy ott is ugyanígy probléma a mobil használat, mert egyébként a gyerekek mobil használatával tényleg van probléma. Náluk az a szabály, hogy minden osztályban van egy úgynevezett mobil hotel, ami egy falra akasztott valami vászon, mindegyikben van egy fiók, és minden gyereknek van egy száma, és amikor bejön a terembe, berakja oda a mobilját, leül, megtartják az órát, óra végén kiveheti és használhatja a szünetbe, ha pedig az oktatáshoz kell, akkor fölállnak, kiveszik meg. Tehát vannak erre megoldások, de nem a mindig, mindenhol a központosítás, a tiltás, a kirúgom, a fegyelmezés és a megfenyítés. Erről szól ma az egészségügy is, meg az oktatás is. Az a legirritálóbb szerintem ebben az egészben, hogy a Madásnak az igazgatója akart egy normális megoldást, ami az ő iskolája szempontjából működőképes. Erre a megoldásra a rendelet egyébként lehetőséget nyújt. Ez munkajogi szempontból lehet érdekes, hogyha éppen pert fognak indítani, vagy nem tudom, hogy akar-e perelni, vagy nagyon jó néven veszi, hogy a továbbiakban tanárként lesz ott a Madásban. De kívülállóként én azt mondom, hogy ez ijesztő, hogy mindenről gondoskodni akarnak, tehát a centralizálás, hogy milyen megoldás legyen egy iskolába, az kikerülhetetlen, még akkor is, hogyha a rendelet elég gondosan van ahhoz megfogalmazva, vagy látszólag van játéktér az igazgatók számára. A másik pedig, ami szerintem szintén elég ijesztő, hogy az igazgató az elmondta előre, hogy ezt fogja csinálni, és ezért kapott egy megtorlást. Tehát, hogy ő nyíltan szembeszegült, és a szembeszegülés eredménye az volt, hogy őt a beosztásától megfosztották, mert nem kirúgták a Madásból, hanem csak az igazgatói beosztásából menesztették. Szóval, hogy ez az egész visszautal egy 45 évvel ezelőtti állapotra, vagy még arra sem, mert hogy én a Kölcsébe jártam baromi régen a szocializmus kellős közepén gimnáziumba, ott nem rugdosta ki a Hollós nevű igazgató urat senki a művelődési minisztériumból, vagy közoktatási, vagy nem tudom mi volt, akkor nyilván valami ilyesmi. Az is igaz, hogy azért, mert az egy liberális gimnázium volt, tehát mindenféléket csinálhattunk, és a tanáraink nagy része 56-os menekült volt, akiket az egyetemekről kiturkáltak, és gimnáziumi tanárok lettek, de azok tanítottak a saját ütemük szerint, és amíg oda jártam 4 év alatt, nem vittek el senkit, és nem rúgtak ki senkit. És ez tök ijesztő szerintem, hogy most pedig példát statuálnak, hogy ne a trambulinról, egyébként azt csinálhatott volna, amit akart, csak ne nyilvánosan tegyen. Ugye azt is tudjuk, hogy ez az augusztus 19-én már kim volt a gimnáziumnak a honlapján ez a bejelentés tulajdonképpen. Csak mondom, hogy Mazsuzsa Zoltánban meg bennem van egy valami közös. Én is voltam madácsos szülő. Tehát az én lányom is oda járt, meg az általános iskolai osztálytársaim közül is nagyon sokan jártak oda. Szóval ez egy szabad szellemű iskola volt mindig is, most is az, és az utóbbi években bekerült a legjobb 10 gimnázium közé, ami ugye azért ott a felső 20-ban már azért nagyon nagy a verseny. Viszont azt el kell, hogy mondjam, hogy azt viszont nagyon hiányolom, hogy a másik 15 belvárosi gimnázium igazgatója nem volt szolidáris Mészáros Csabával. És ugye amikor ugye hónapokon, éveken keresztül ment a pedagógus tüntetés, és akkor mondták, hogy de hát a többi dolgozó nem eléggé szolidáris velük, hát ők maguk sem szolidárisak egymással ezek szerint. Tehát egyetlen egy olyan megnyilvánulással láttam menő gimnázium igazgatójától, hogy bármilyen módon
szolidaritását fejezte volna. Hát, mert már kilúgták a törleiéket korábban, hát azért ez bizonyos gesztusok alapján tanul a pedagógus kar. Jó, de tanulhatna abból a gesztusból is, bocsánat, hogy akkor, amikor a román pedagógusoknak a béremeléséről van szó, akkor ők tudnak úgy egységesen a szakszervezetek összefogva a tanárok együtt úgy sztrájkolni, hogy néhány napon belül meggondolja magát a kormány. Tehát ebből a példából is szerintem tanulhatna. De visszatérve erre a magyarországi helyzetre, én abban látom még itt a problémát, hogy ugye, ahogy említettétek, hogy lehetőséget ad a kormányrendelet, hogy itt nem csak lehetőségről van szó, hanem a köznevelési törvény azt mondta korábban, hogy házirendben kell szabályozni ezeket a kérdéseket. Ez nem egy lehetőség, ez egy iskolai autonómiának a kérdése, mert ott a tanárok, a diákok, a szülők bevonásával kell szabályozni valami kérdést, és akkor azt mondja, hogy puf, akkor annak ellenére, hogy ezt az iskolai autonómia keretébe utalom, kirúgom az igazgatót, hogyha nem úgy cselekszik, ami az én vélt politikai elvárásom. Ez a formális eljárási probléma. De van szerintem egy nagyon komoly tartalmi probléma, és itt visszamennék ahhoz, hogy említetted, hogy a gyerekek körében a telefonhasználat az egy probléma. Ez nem csak a gyerekek körében, tehát a felnőttek körében is ki tud alakítani függőséget a közösségi média használata, és az a probléma, hogy az iskola nem csak hogy betiltja ezeknek az eszközöknek a használatát, de már évekkel ezelőtt, 3 évvel ezelőtt kitiltotta azokat a civil szervezeteket, akik egyébként mentális egészséggel, internetfüggőséggel kapcsolatos foglalkozásokat tartanának az iskolában. És ez után jön az, hogy akkor még a tanár, az igazgató ne is dönthesse el, hogy akkor hogyan kezelik ezt a saját iskolájukban. Tehát a tartalmi probléma szerintem az ez, hogy egy valós társadalmi jelenségre, hogy telefonfüggőség, hogy internetes dezinformáció nem tud tartalmi választ adni, mert nem képes rá, vagy túl sokba kerül, vagy nem ismer ilyen programot. Akik tudnának megoldást adni, azokat kitiltja, és egyébként a telefonhasználatra meg azt mondja, hogy bocs, de inkább akkor adjátok. Szerintem ez az egészen elképesztő. De hadd áruljak el egy nagy titkot. Amikor én jártam gimnáziumban, akkor még nem volt mobiltelefon. Ezt tudtuk. De ha unalmas volt az óra, akkor amőbáztunk pattársammal, pad alatt könyvet olvastunk, sugdolóztunk egymással, ugye leveleztünk ilyen kis papíron. Tehát az érdekfeszítő oktatást azt nem lehet azzal, hogy mondjam, befogadhatóvá tenni, hogyha elveszük a gyerekektől a mobiltelefon. Tehát a gyerekek mindig meg fogják találni a módját, hogy ne figyeljenek oda, hogyha nem érdekli őket az, amiről. Igen, ez nagyon jó, amit mondtál, meg amit te is felhoztál, hogy valójában egy nagyon mély és összetett problémának a felületét karcolgatjuk. Én sokszor úgy érzem ebben a témában, ami tényleg arról szól, hogy olyan-e a magyar oktatás, ami akár technológiájában, hogy frontális vagy kooperációra ösztönöz, akár tantervében, hogy mit kell tanulniuk a gyerekeknek, akár a tanárok létszámában, felkészültségében, motiváltságában vagy kiégésében. Tehát, hogy olyan hely az iskola, ahová jó bemenni, ahol azért vagyok, mert tanulok valamit, vagy kötelező, meg egy gyerek megőrző. És azt is üzeni, hogy az, hogyha telefont használsz túl sokat, vagy olyan esetekben, amikor nem kellene, vagy esetleg bántalmazod vele az iskolatársadat, hogy erről beszélni, az tabu. Az egy tabusítás, ugyanúgy, ahogy mondjuk a kábítószer használatról az iskolában, hogy nem lehet arról beszélni, szexuális nevelésről nem lehet beszélni az iskolában, tehát miért kell tabusítani olyan témákat, amik hozzá tartoznak a társadalmi létünkhöz, ahhoz, hogy beszéljünk róla, meg kell tudni ezeket beszélni az iskolában, ez ennek a terepe. De miért? Hát úgyis megmondja az állam, hogy mit kell gondolnod. Hát ott van a tankönyvekben, hogy mit kell gondolnod a világról, a szüleidnek is megmondja, hogy mit kell gondolniuk a világról. Minek ez a sok csoda internet? Fúj! Egyébként meg az is egy szerintem meggondolandó szempont, hogy ezek nem kisgyerekek, hanem 14 és 18 év közötti fiatalok, akiktől elvenni a mobiltelefont, az nem annyit jelent, hogy a digitális készségeiket korlátozzák, hanem azt, hogy ne idegesíts már, édesfiam, meg ne, mert egyébként az egymás piszkálása és zaklatása, az nem 14 és 18 között szokott végbe menni, hanem a kisebbeknél szokott végbe menni. Tehát igazából a pedagógiai célját se látom be ennek az egésznek. Ha egy tanár lebilincselő olyan órát tart, amilyen jó az embereknek, akik ott ülnek, vagy a gyerekeknek, fiataloknak,
akkor feltehetőleg tökre nem veszi elő a mobilját, vagy ráripakodik és elrakatja vele. Tehát, hogy nem értem ennek az egésznek a gimnazistákra vonatkozó állati nagy pedagógiai húzatát. Ettől még lehetne az, hogy mondjuk a szünetben a tornaöltözőben felveszi az osztálytársát egy videóra, vagy készít róla egy felvételt, és utána visszaél ezzel a felvétellel. Tehát, hogy nem csak az órán lehet olyan dolgokat csinálni a mobiltelefonon, amik nagyon károsak, de ettől még nem jelent ez megoldást. De ha kimennek a kapun, akkor is lehet, persze, meg délután is lehet. Csomó mindenre lehet használni a mobiltelefont, erre nem tanítja meg őket. Hát meg ugye, amivel szerintem félmondata már elhangzott, hogy a felnőttek milyen példát mutatnak abban, hogy függők vagy nem függők ezektől az eszközöktől. Na, ugyanennek a mintának a nyomán rajzolódik ki a következő témánk, hogy érdemben kezel egy problémát akkor a kormány, amikor a gyerekvédelemben dolgozókat átvilágítja, és rendőrök vizsgálódnak az ő és a velük egyháztartásban élők életvitelét illetően, és ennek nyomán a Népszava információ szerint már több mint 100-an felmondtak. Mutatjuk, hogy mit tudunk ezekről a vizsgálatokról jelenleg. Elkezdődött a gyermekvédelemben dolgozók rendőri ellenőrzése a kifogástalan életvitellel összefüggésben, írja a Népszava. A lapnak egy érintett arról számolt be, hogy átbeszélték a kitöltött papírt, a rendőrök megnézték a lakásukat és kikérdezték a szomszédokat. Hozzátette, belenéztek a fiókokba és megkérdezték, tartanak-e otthon alkoholt és miért dohányoznak a lakásban. Más azt mondta, hogy még a tyúkolba is benéztek, sátánista jelképeket kerestek. Egy harmadik érintett pedig arról beszélt, hogy a telefonhívás és a látogatás között 2 nap telt el, és az egyik rendőr rögtön a szomszédhoz csöngetett be, a másik a családnál ült le. Na és hogy ennek milyen következményei lehetnek, illetve már vannak a számok nyelvén, a Népszava a belügyminisztériumtól kapott adatokat, hogy 5887 nevelő szülő van, 2000-en hiányoznak a rendszerből, ahhoz a célhoz, hogy minden gyerek családoknál élhessen, és ne nagy intézményekben. Na most az 5000, több mint 5800 nevelő szülőből 113-an már biztosan otthagyják a szakmát ezek miatt a vegzálások, ellenőrzések, gyerekvédelmi intézkedések, válassza ki mindenki a neki tetszőt. Hát ezek nem gyerekvédelmi intézkedések így, meg az egész rendszerhez, ahogy hozzányúltak, szóval ez gyerekvédelem az olyan, mint a mobil használat, nagyon sok probléma van benne természetesen, és ezek robbantak ugye azon a bizonyos Novák Katalin féle lemondás kapcsán, és erre az volt a válasz, hogy na jó, akkor most fogjuk kalodába a nevelőket, és akkor minden baromi jó lesz. Holott hát nem lesz tőle minden jó, mert mi van a nevelőintézetekkel, mi van a nevelőotthonokkal, mi van a egyéni családi neveléssel, mi van ezek anyagi támogatásával, és egyébként pedig mi van azzal, hogyha valakik visszaélnek a lehetőségeikkel, és aztán a politika takargatja egy darabig, sőt kitünteti őket addig, amíg botrány nem lesz a dologból. Mert valójában ezek az ügyek léteztek korábban, csak elfedték őket különböző trükkökkel, és egyébként pedig általánosítás, mert nem az összes nevelő ilyen, hanem aki ilyen, arról meg ki szokott az derülni. Az, ami itt van, ez megint egy megfélemlítés. Ez ugyanaz, mint a előbb a kirúgásnál a megfélemlítés. Itt is ugyanaz a módszer. Reszkessetek, mert jövünk. Ha jól látom, egyébként ezek a nevelő szülőkre vonatkozó vizsgálódások, amelyek olyanok, mint hogy a C-típusú átvilágításon kéne átmenniük azoknak, akik amúgy gyerekeket vállalnak azért, hogy örökbe nem fogadják őket, de hogy normális családi körülmények között járjanak tőlük iskolába, és kapjanak olyan nevelést, amit otthoni körülmények, mármint nevelő otthoni körülmények között kevésbé kapnának meg, de az egész azt sugallja, én nem tudom, hogy ez mennyire abszurd, így hallgatva, totál abszurd. De nekem inkább az a hátsó gondolatom támad ezzel kapcsolatban, hogy eddig, aki nevelőszülőnek ment, az totálisan, hogy mondjam, nem ment át azokon a vizsgálódásokon, hanem aki jelentkezett, hogy X-összegért vállalja a gyereket, és egyébként épkézlábnak tűnt ránézésre, az megkapta a gyereket, és csak utólag derült ki, hogy vajon ez ő beválik-e, mint nevelőszülő, vagy nem válik. Kontroll kell, de hát valakinek a sátánista
tyúkját bántalmazni, hát azért már még. De szerintem pont ott volt a lényeg, hogy mondtad, hogy jelentkezett, megnézték, hogy alkalmas, tehát valamilyen előzetes vizsgálaton átesett. Nyilván nem azt nézték, hogy dohányzik-e a lakásba, mert azért vannak a gyerekek ennél ártalmasabb dolgok. De van az a klasszikus mondás, hogy mérd mikrométerrel, jelölt krétával és vágd baltával. Tehát, hogy mert azért az, hogy mondjuk a nevelőszülői, vagy a gyerekvédelme, a nevelőotthoni pedofília, azért azt gondolom, hogy az nem egy tömeges dolog. Erre kerestek egy olyan megoldást, ami tényleg, én beszéltem olyannal is, ugye, aki lakásotthonban volt, ugye ott ők ilyen kvázi ilyen felügyelőként dolgoznak, tehát ilyen 8-12 órás műszakokban főznek a gyerekekre, illetve hát vigyáznak rájuk, felügyelnek rájuk, egy 25 éves egyedülálló nő, és akkor ő már mondta nekem fél éve, hogy milyen kérdésekre kellett válaszolnia, hogy hova jár este szórakozni. Hát nyilván valahova jár, hát miért ne járna? Hát egy fiatal hölgyről beszélünk. Tehát ez volt a jelölt krétával, és most vágják baltával. Tehát az, hogy most mit tudom én, kimegy, és ott a rendőrség a szomszédoknál érdeklődik utána, hát ez egy főleg ugye kisebb, mondjuk kisvárosi vagy községi környezetben, ez megbélyeg az embereket. Szerintem két cél szolgál. Az egyik az valóban a megfélemlítés, és ugye nem csak az, hogy akik most ott dolgoznak, hanem hogyha bárki bármilyen problémát tapasztal majd a jövőben, akkor olyanok dolgoznak ott, akik nem mernek erről mondjuk a médiának, a nyilvánosságnak beszélni, nem mernek tüntetésre, mert hogy az ugye hogyan érinti majd a kifogástalan életvitelük jövőbeli vizsgálatát. De hogy ugye ez nem csak ennél a csoportnál történik most, ez történt, korábban bevezették a tanároknál, az egészségügyi dolgozóknál, az orvosoknál, másoknál is. Tehát, hogy úgy látszik, hogy ez a kormányzat ezzel a taktikával próbálja elhallgattatni ezeket a társadalmi csoportokat. És nyilván ebben semmilyen meglepetés nincsen, de azért abban mégis, hogy mire próbál ez megoldást nyújtani, a kegyelmi ügyre. Ugye a kegyelmi ügyben ott én, ahogy emlékszem, az egyik probléma az volt, hogy a köztársasági elnök és az igazságügyminiszter rossz döntéseket hozott. Akkor az ő alkalmasságukat milyen vizsgálattal nézik, mert hogy ugye akkor erre kellene egy vizsgálatot bevezetni, és nem csak érzed. Erre. De hogy hadd fejezzem be, mert egyetértek azzal, hogy nyilván nagyon fontos ezeknek a gyerekvédelemben dolgozóknak az alkalmasságát nézni, megvizsgálni, de nem ilyen megfélemlítő eszközökkel. Most itt tartsunk egy gyors szünetet, és aztán pont innen folytassuk, mert hogy azért Lázár János a múlt heti tranziton vesztegetett pár szót arra, hogy ő sem elégedett azzal, amit tudunk a kegyelmi botrányról, és azért azt is elmondta, hogy érzi, hogy folt esett a becsületükön, mert hogy a fideszes politikai közösség becsületén. Innen megyünk tovább, és aztán arról is beszélünk, hogy bár lehet, hogy valaki fél attól, hogy milyen következményei lesznek, hogyha megszólal, azért szerződések így úgy eljutnak a sajtóba. Így derült ki például, hogy az ATV híradójához eljuttatták a Délpesti Centrum Kórházban dolgozó védőnők azt a munkaszerződést, amelyből kiderül, hogy bizony az ő fizetésük csökkenni fog a jövőben. Ezekkel a témákkal megyünk tovább a reklám után. Ígértem önöknek, hogy Lázár Jánostól fogok idézni, a Transit Fesztiválon értékelte az aktuális politikai helyzetet, kitérve a kegyelmi botrány tanulságaira. Úgy fogalmazott, hogy ez egy becsületbeli ügy, a becsületünkön egy folt esett, ami nincs elrendezve, és ezt nem szabad hagyni, mert ez egy olyan seb, ami gennyed ott az ember lábán, és egyszer csak majd az egész lábat le kell vágni véletlenül, mert nem tudják megállítani a seb terjedését, és ha a családvédelemre építi a Fidesz a politikáját, nem lehet közöttünk olyan, aki a pedofiliához kapcsolódó ügyben kegyelmet ad. Pont amiután már nincsen fél éve Novák Katalin, azon kívül, amit beszélt, az mind okos és hibátlan gondolatmenet. Azt nem tudom megállapítani, hogy kamikaze módon már megint mond valami nagyon érdekeset, ami egyébként nekem tetszik, de ami nekem tetszeni szokott, az Orbán Viktornak nem szokott tetszeni. Vagy pedig annyira rafinált, mert hogy azt is el tudom Lázár Jánosról képzelni, mert szerintem az egyik legokosabb ember a Fideszben, hogy most éppen ezt a megbízást teljesíti.
Tehát, hogy Orbán Viktor szól a szájából. Ez eldöntendő kérdés, hogy kamikázézik, vagy pedig, és már úgyis mindegy neki, mert a MÁV-val úgyis megrakták a mágiát, és már szerintem be is dobták oda a gyufát a mágia alá. Ez a mondás még egy nappal a MÁV, kaotikus helyzetek előtt. Jó, de azért lehet, hogy ő már tudta, hogy a MÁV anélkül is össze fogom volni, hogy kisikoljék egy vonat. De most akkor csak azt kérdezném. A kegyelmi ügyben már tudjuk, ki volt a felbújtó. Tudjuk, ki volt az aláíró, ki volt az ellenjegyző. Ők már, Balogh Zoltán, ugye az a református egyház kérdése, hogy meddig maradhat püspök. És bocsánat, csak hogy napról napra vannak olyan hírek, hogy a szolgálati autót elveszik attól, aki kritizálja, nem hosszabbítják meg a tanári munkáját valakinek egy egyetemen, mert kritizálta Balogh Zoltán. Persze, de az egyetlen egy ember, akinek a szerepe nem tisztázott ebben az ügyben, az Orbán Viktor. Tehát én nem gondolom, hogy az Orbán, hiszen ki lenne még az az ember, aki érintett a kegyelmi ügyben, vagy a pedofil botrányban fideszes, és nem tudunk róla. Hát akkor tessék, Lázár János, akkor mondja el, hogy kire gondolt. Én a magam részéről egyetlen egy ember szerepét nem látom ebben az ügyben tisztán, és az Orbán Viktor. És lehet, hogy erre utalt Lázár szerinted. Akkor a kamikázesség az fekete övesek. Ha szabad ezt a rendet. Mert azt mondtad, hogy az Orbán Viktor szájával beszélt, de akkor... Vagy pont már neki mindegy, és megmondja a frankot. Tehát szóval még mielőtt beesnénk a ájulástól a sarokba, Lázár Jánost emlegetve, szóval ez szerintem sokkal felszínesebb dolog. Az gennyes, mert nem tisztázódott a Novák szerepe igazán, meg a Baloghése igazán, meg a Varga Juditnak szerintem semmilyen szerepe nem volt benne, de még a Szent Király Alexander, a nőket így eldobáltuk gyorsan. Egy szó nem hangzott el a gyerekekről, meg a gyerekvédelemről már megint. Tehát a gennyesebb az ott van, hogy politikai ütést szenvedtünk ettől a dologtól, de különben nem érdekel. Nem érdekel, mert ha érdekelné, akkor arról beszélt volna, hogy mi a helyzet a gyerekvédelemmel. A Lázár nagyon ügyes ezekben a dolgokban, most például a vasút kapcsán, vagy lesz a vasút is. Hogyne lesz. Akkor na majd. Azt ne nyissuk még. Akkor visszatérek a Lázárra, szóval egyszerűen ne engedjük, hogy állandóan ilyen szövegekkel felmentsék saját magukat az alól a felelősség alól, ami az élet különböző területein jelentkezik Magyarországon, és semmilyen megoldási javaslattal nem rendelkeznek. És hát ugye nem ez az első ilyen ügy, tehát hogy azért a Kaleta ügy, meg a Szájer ügy is, azért ezek még mind-mind ott vannak, és az látszik belőle, hogy egyszer mást csinálnak, mint ami a társadalmi valóság, és mint ami a társadalmi valóságban jelentkező problémára egy megoldást jelentene. Én nem tudom, én nem látok ebben, hogy ez stratégia, véletlen, nem mertem mondani. Azt látom, hogy egy ügyben nyilván különböző típusú megszólalók vannak, egymástól eltérő árnyalatokat képviselnek, biztos ez szól annak a rétegnek, ez a fajta üzenet, aki egy kicsit elbizonytalanodott a Fideszből, hogy azért mégiscsak van a Fideszben egy olyan politikus legalább egy, aki még azt gondolja, hogy ezzel kéne csinálnunk valamit, hogy ebből lesz bármilyen intézkedés, azért azzal kapcsolatban vannak kétségeim. Nem elégesen Magyar Pétert is elkezdte ott komolyan venni ugyanezzel a lendülettel, Lázár. Igen. Én meg azt hiszem, hogy amiről az előbb beszéltünk, az annyit jelent, hogy amikor a nevelő szülőket, vagy a nevelő otthoni dolgozókat C-típusú átvilágításnak vetik alá az én megfogalmazásom szerint, ez ugyanolyan alibizés, tehát, hogy ezzel foglalkoztak, ez az, amit föl tud mutatni, hogy és történik valami, mert ezek csoportosan zaklatva vannak, vagy csoportosan átesnek azon a vizsgálódáson, amin eddig is át kellett volna esni, hiszen nem tudom, mert igazából nem látok bele, mert csak azokat az értesüléseket tudom feldolgozni gondolatilag, amiket így összecsipegetünk, amik abszurdnak látszódnak, de lehet, hogyha neki mennénk megvizsgálni, akkor ez nem lenne olyan elképesztő, mint ami ennek hangzik. Szóval nekem azért
azért ezzel van egy kis fenntartás. És itt megint a szolidaritás, egymással való szolidaritás kérdése, tehát véletlenül is szeretném hibáztatni a gyermekvédelemben dolgozókat, de azért itt van több ezer ember, akinél fölmerül az, hogy kiállunk-e egymásért, és tudjuk-e kollektívan azt mondani, hogy eddig és ne tovább. Tehát ez a vizsgálat, az a vörös vonal, ahol, amit velünk már nem lehet megcsinálni kollektívan. És nyilván számtalan eszköze van annak, hogy őket elhallgattassák, és erre láttunk is példákat a múltban, tehát nem hibáztatom őket, csak nyilván nagyon fontos lenne egy ilyen szakmai szolidaritás egy ilyen helyzetben. Na, és akkor még egy társadalmi csoportot beemelünk ide, és ők a védőnők. És ez valószínűleg megint egy olyan téma, hogy aki nem szembesült még az életében kézzelfoghatóan az, hogy egy védőnő milyen fontos munkát végez egy nagyon érzékeny időpontjában egy családnak, amikor érkezik egy kisgyerek, én például szembesültem, és iszonyú mázli volt, hogy nagyon-nagyon jó védőnőm volt, az valószínűleg nem tudja, hogy milyen fontos, hogy ez a rendszer nagyon sokáig nagyon jól működött Magyarországon. Aztán ugye átkerült az önkormányzatoktól az államhoz. Már akkor sokan féltek, hogy a juttatások, amikkel az önkormányzat megpróbálta a védőnőket megtartani, ott marad-e a rendszerben, és az ATV híradójának egy friss heti értesülése szerint a válasz legalábbis a délpesti kórházban nem, mert hogy ott csökken a védőnők fizetése, mutatjuk, hogy mit tudunk erről az esetről. Köszönjük szépen minden védőnő munkáját, azt, hogy a legnehezebb pillanatokban is a családok mellett állnak, óvják gyermekeinket és jelen vannak a családok életében. Isten éltesse a védőnőket! Júniusban így köszöntötte a védőnői szolgálat 109. évfordulóján a védőnőket Vitályos Eszter kormányszóvivő, valamint előtte Takács Péter egészségügyi államtitkár. A szóbeli megbecsülés azonban az anyagiakban szeptembertől még az eddigieknél is kevésbé mutatkozik meg. Híradónk értesülése szerint több 10 000 forinttal, egyes esetekben akár 80 000 forinttal is csökken a Délpesti Centrum Kórházban dolgozó védőnök fizetése. Úgy tudjuk, más kórházakban is csökkentik a védőnök fizetését. Kerestük az ügyben az Országos Kórházi Főigazgatóságot, valamint a Délpesti Centrum Kórházat is, de adásunkig nem reagáltak. Az egyik érintett elküldte híradónknak a szerződése részletét, melyben a kórház elismeri, nincs pénze az eddigi bér kifizetésére. A védőnő szerint az ágazatban eddig is sorra vették el a pótlékaikat. Amikor eddig az önkormányzat kiegészített bérkiegészítést, azt egyből elvették, ugye a kafetériákat elvették, úgyhogy elég sok mindent elvettek tőlünk, vagy beleépítettek az alapbérben. A védőnői rendszert tavaly nyáron átszervezték, a fenntartó pedig az önkormányzatok helyett az állam lett. Bár a védőnök alapbérét növelte a kormány, a korábbi önkormányzati bérkiegészítéseket fokozatosan elkezdték megszüntetni a kórházak, ahogy ez most a délpesti esetében is történt. Van körünkben valaki, akinek van plusz információ erről a helyzetről, és hogy ez egy kivételes vagy egy általános helyzet vélhetően? Csak egy apró javítás a bejátszóhoz, ugye a képeken a Ján Ferenc kórház látszott, amit úgy hívnak a Ján Ferenc délpesti kórház, de a mi védőnőink, ugye én a 18. kerületben dolgozom, nem ő hozzájuk tartoznak, hanem az úgynevezett Délpesti Centrum Kórház, ami ugye a régi Szent István és a Szent László kórháznak az együttesét jelenti most. Ez csak egy köszönjük. Apró. Viszont olvastam a levelet, amit a védőnőknek küldött ez a bizonyos Délpesti Centrum Kórház, és ott az van, hogy munkaszerződésétek az okfő utasítására, módosításra kerül. Ugye az okfő az az Országos Kórházi Főigazgatóság. Tehát most ugye, mert ez a konkrét hír, meg ugye az én konkrét információim is ugye azoktól a védőnőktől származnak, akik a Délpesti Centrum Kórházhoz tartoznak, de hogyha ez valóban az Országos Kórházi Főigazgatóság utasítására történt, akkor vélhetőleg nem egyedi eset. Most egyedi eset alatt azt értjük, hogy a Délpesti Centrum Kórházhoz tartozik egész Délpest és egész Délpest megye. Tehát ami ugye Budapesttől délre van, tehát ez a közép-magyarországi régiónak nagyjából a negyede. De hogyha kitágítom, akkor azt nem tudjuk, hogy ez az utasítás más kórházakat is fog-e érinteni. Hát ebből én ezt nem tudom, de hát ha az okfő rendelte el, akkor nyilván nem gondolom, hogy csak kizárólag a Délpesti Centrumhoz. De erről én nem tudok nyilatkozni, hiszen nekem is csak ez az egy konkrét információ. És ebből milyen következtetést szűrsz le?
Hát, tehát, hogy ennyire nincs pénz, hogy egy ilyen utasítás kimegy? Hát ugye a Délpesti Centrum Kórház, ugye az eleve ugye két marha nagy kórház konglomerátuma, plusz a hozzá kapcsolódó szakrendelők, egyebek. Tehát, hogy ők bérben mit tudnak nyújtani, azt nyilván csak ők tudják. De itt arról van szó, hogy amikor ugye az önkormányzatok, azok szerették a védőnőket, tehát kaptak, ahogy mondták is, kaptak kafetériát, ruhapénzt, benzinpénzt, tehát az alapfizetésükön kívül, ami a munkájukhoz szükséges volt, az valamilyen formában az önkormányzat megfinanszírozta, vagy legalábbis hozzájárult. Ezt abban a pillanatban levágták, viszont amennyi a fizetésük, amennyivel magasabb volt, mint az egészségügyi bértábla szerint, ezt az összeget veszik most tőlük el. És ez 70-80 ezer forint. És akkor még csak két dolgot tennék ehhez hozzá, hogy a védőnői szolgálat az egy hungarikum. Tehát ugye ennek körülbelül 100 éves múltja van már ugye a fehér keresztes nővérektől elkezdve egészen a főiskolai szintű védőnőképzésig. És hát a másik meg az, hogy most ennél, tehát hogy ugye a előző évek inflációja alapján valakinek elvenni törvényesen 80 ezer forint, 70-80 ezer forintot a fizetéséből, hát... Vagy az, ezer forintot, bármi. Hát ezer forintot, de... Elvenni az nem... Egyébként én azon gondolkoztam, hogy létezhet ilyen, mert valamiért nem volt nekem logikus, hogy úgy belekarmoljanak egy olyan szociális ágazati mozzanatban már megint, hogy elégedetlenséget keltsenek. Tehát, hogy azért gondoltam, hogy nem lehet az, hogy beleépítették az alapbérükbe azokat az eddigi juttatásokat, amiket innen-onnan megkaptak, hogy az most már béresítve van a kórház által, és erre a megszorongatott önkormányzat azt mondja, hogy ja, hát, hogyha beleépítették, akkor ők ezt most másra költik, amit eddig arra költöttek. Tehát én valahogy csak azt tudom elképzelni, hogy itt valamilyen ilyen voltak éppen jó szándék Gellert kapott, én egy csomó olyan fizetésemelésről, ilyen ágazati fizetésemelésről hallottam mostanában, amelyek úgy néztek ki, mintha emelték volna a béreket, és a végén kiderült, hogy alig-alig, tehát vagy egy éppen csak hogy rossz kedvet okozott, mert valóságos emelést váltak, vagy még éppen, hogy rosszabbul jártak, mint ahogy előtte voltak. Kati, szerintem azért nem hiszed el, mert ez párját izgítja. Hát ilyen nincs a világon, hogy valakinek, tehát nem egy valakinek, hanem hogy egy egész közösségnek a fizetéséből elvesznek, és az önkormányzatoknak már két éve semmi közük nincs a védőnői szolgálathoz. Tehát azt felejtsük el. Hát nálunk még arról is szó volt, hogy egyébként 3 éve épült közösen a gyerekorvosi és a védőnői szolgálatnak épített épületből, amik az első emeletén vannak a védőnök, hogy elköltöztetik őket máshova. Tehát a bornírtság tortül ebben az egész dologban. És hát most azt mondom, hogy az állam nem jó gazda. Hát nem jó gazda. Az egész kérdéskör már ott nem értelmezhető, hogy egy tipikusan az önkormányzatok területén elvégzendő feladatról van szó, amit legjobban az önkormányzatok látnak közelről. És ennek megfelelően cselekedtek és viselkedtek a finanszírozással. Erre jön az állam, és azt mondja, hogy én a Sándor Palota erkélyéről sokkal jobban tudom, hogy mi a probléma a Pistikével, majd mindjárt megoldom. Elviszik, adják nekik azokat a jövedelmeket, amiket korábban kaptak, azt meg most elvették tőlük, mert hát az ugye az önkormányzaté volt. De megint van egy probléma itt most nyilván költségvetési, mert tudjuk, hogy a költségvetés bajban van, szedik vissza mindenhonnan a pénzeket. Ez egy felszíni probléma, és nem nézik meg, hogy mi történik a mélyben ennek következtében. És ugyanez van a gyerekvédelemnél is, hogy most akkor... Azt kell csinálni, úgy kell csinálnunk, mintha mi nagyon szigorodottunk volna, és megint nem nézik meg, hogy mi van a mélyben. És ugyanez van az oktatásban is, hogy vegyük el a mobiltelefont, és egyébként mi van itt az iskolában, meg mi van az iskolával. És hadd tegyem még ehhez a problémakörhöz hozzá azt, amit az Iványi Gáborékkal művelnek. Hát ott is gyerekek vannak, csak azok hajléktalan gyerekek. Vagy ott tanuló gyerekek vannak, csak azok
megváltozott képességekkel rendelkező gyerek. Ezekkel senki nem törődik. Az, hogy azt mondják, hogy járjon a 6 vagy 10 éves gyerek 150 kilométerrel arrébb általános iskola, de ez nem érdekel senkit, itt éppen a bosszú számít. Hát egész egyszerűen, és ide tehetjük egyébként a kórházat is, hogy szórakozhatunk itt a kirúgom a főigazgatót, de mi van a beteggel, meg mi van az ott dolgozó emberekkel. Szóval egyszerűen tényleg így van, hogy beszélsz itt a szolidaritásról. Hát lassan a magyar társadalomnak kellene saját magával szemben szolidálisnak lennie. De abszolút, és ez nagyon fontos volna kialakítanunk magunkban, hogy hogyan tudunk kiállni ágazatok között is szolidárisan egymásért. És hogyha már erről beszéltünk, akkor beszéltünk ugye ennek a kórháznak az esetéről, beszéltünk az egészségügyi ellátórendszer rendszer szintű problémáiról. A védőnői fizetések kapcsán hozzátennék még egy társadalmi szintű szempontot, az pedig a férfiak és a nők közötti bérkülönbségnek a kérdése, mert hogy ez itt válik nagyon-nagyon fontossá, hogy ez az adat Magyarországon 17-18%-os bérkülönbséget jelent társadalmi szinten a nők hátrányára. Tehát ez azt jelenti, hogy mondjuk október második felétől, minthogyha a nők Magyarországon ingyen dolgoznának, a férfiak meg továbbra is kapnák a fizetésüket. Nem arról beszélek, hogy két ugyanolyan ember egy munkakörben, hanem társadalmi szinten van ez a bérkülönbség. És ennek a bérkülönbségnek nagyon sok oka van. Az egyik például az, hogy azokban a szociális ágazatokban, egészségügyi ellátásban, gyerekvédelemben, oktatásban sokkal több nő dolgozik, mint férfi, a fizetések viszont lényegesen alacsonyabbak, és ezeken a szektorokon belül is a férfiak sokkal könnyebben lépnek előre, sokkal könnyebben kapnak magasabb fizetéssel járó vezetői beosztást, mint a nők, tehát ez mind-mind hozzájárul ehhez. És a magyar kormánynak van abban felelőssége, hogy ezt az egyébként Európában egyik legrosszabb bérszakadék adatot, 17-18%-os bérkülönbséget csökkentse, de ez például éppen ez ellen hat. Tehát a kormányban a férfiak és a nők azonos pénzt kapnak a miniszterek. Csak egyikből nincs. Egyikből nincs. Jelenleg, nincs. Igen. Egyébként az érdekesek kedvéért azt mondanám, hogy ezelőtt körülbelül 25 évvel Baló Györggyel csináltunk egy műsort, amiben szerepelt ez az adat, a bérkülönbség akkor 20% volt, 3%-ot sikerült az elmúlt 25 évben ledolgozni. Ezek ellenére. Jó vagy rossz arány, igen. Hát ha így haladunk tovább, akkor 2100-ig tartani fog ez a bérszakadék, azért jó lenne előtte egy kicsit becsukni. Maximálisan egyetértek. Simonka Györgyel fogjuk folytatni. Lázár Jánost emlegeti ő is nagyon sokat a Telexes interjújában, és Lázár Jánost amúgy is sokat fogjuk emlegetni, mert ugye a harmadik részben foglalkozunk majd azzal, ami a MÁV-val történt, hát nagyjából szombattól keddig, de úgy minden nap egyébként lehetne a MÁV-val foglalkozni, csak most egy nagyon kiélezett helyzet állt elő, aminek a csúcsa a keleti pályaudvaron történt. Szerencsére nem súlyos vonatkisiklás volt. Lázár János, Vitézi Dávid csörtéjét is majd meg fogjuk beszélni, de azért érdemben inkább azt, hogy a MÁV-hoz miért nem akar nagyon régóta ez a kormány, meg a korábbiak sem tudtak érdemben hozzányúlni, de előtte megbeszéljük azt, hogy Simonka Györgyvel hogy értette azt, hogy ő úgy tudja, hogy állítólag hétfőnként van eligazítás a politika felső vezetése és bizonyos ügyészek között, hogy bizonyos ügyeket merre kell terelgetni. Úgyhogy ezzel jövünk vissza a reklám után, tartsanak velünk. És akkor, ahogy mondtam, Simonka György Telexes interjújával folytatjuk. Ugye Simonka Györgyöt szerintem önöknek nem kell bemutatni. A friss fejlemény vele kapcsolatban, hogy ugye októbertől Puszta Otlak a polgármestere lesz, és már is bejelentette, hogy indul majd 26-ban az országgyűlési választáson. Nagyon hosszú az interjú, pár érdekes mondatot idézek majd ide tőle. Ugye az egész azzal kezdődik, hogy mond egy konkrét példát, hogy Móra kertet kellett neki gatyába rázni, ott egy 3,6 milliárd hiány volt, amit nem fizettek ki a gazdáknak, de igazándiból bíróságig nem jutott az ügy, idézem, mert elsikálták a dolgot, és szerinte úgy általában a Fidesz úgy működik, hogyha valamire nincs azonnali jó megoldás, hanem kicsit tovább tartana a dolog, akkor beletolják a pénzt, például ezt a több mint 3 milliárd forintot, de példaként hozza, hogy Mezőhegyesen vagy az Éliosznál is ez történik szerinte, és hát ugye ők finoman szólva is nincsenek jobban Lázár Jánossal, és pedzeg
rengeteget olyan értesüléseket, miszerint Lázár János a titkosszolgálatokon keresztül súlyos információk birtokában van, rálát dolgokra, és egyébként pedig, amit mondtam, hogy hétfőnként van valamilyen ügyészségi eligazítás politikusok és ügyészek között. Szóval ezek nagyon súlyos állítások. Azért előbb tisztázzuk, hogy Simonka Györgynek ezeket a mondatait ki szerint hova kell tenni, és mennyiben kell, lehet nekik hitelt adni. Én átveszem a Gábornak a szokásos szarkazmusát. Én nem hiszem, hogy hétfő reggelenként ügyészek politikusokkal tárgyalnak. Tessék te. Szóval, de igen, mert megmondta, hogy honnan tudja. Hát úgy hallotta ügyvédektől, akik úgy hallották valakitől. És hát egyébként pedig az meg látszik, hiszen délben már mindig ott vannak, tehát már visszaértek, szóval ez teljesen egyet. De megint egy benfentes, ugye ismerünk egy másikat is, a Magyar Péter, csak az más minőség, tehát félreértés ne legyen. Csak ő is mondta, hogy neki vannak felvételei, majd elő fog jönni velük, és ilyetében le fog mondani a kormány, aztán ez a vonulat valahogy elhalt. Most a Simonkánál az egészet, ha elolvassa az ember, a közepénél szundít egyet, aztán utána folytatja. Hát ez egyszerűen lehetetlen, ez hihetetlen dolgokat van. Miközben tudjuk egyébként, hogy persze, hát az, hogy az Orőnek a 1,5 milliárdját elsikálták, hát ezt tudtuk eddig is, persze. Az, hogy a Elios EU-s pénzeket használt föl, és akarta vizsgálni az ügyészség, erre gyorsan a magyar állam kifizette, kvázi elsikálták, ezt tudtuk eddig is. Következésképpen tudjuk, hogy elsikálják az ügyeket. Ha valaki ilyen, és egyébként amiket még mondott, hogy ő azt hitte, hogy mindent megtehet, hiszen ő jóban van Orbán Viktorral, na azt látjuk, hogy hányan gondolják ebben az országban. Az, hogy mindent megtehetnek és meg is tesznek, ugyanúgy, ahogy Simonka is megtett egyébként. Ugye volt az a másik csodálatos mondása, hogy mindent megszavaztam, hát azt sem tudtam, hogy miről szavazok, fogalmam sem volt. Mondták, hogy ez igen, akkor én megszavaztam, értek én az alkotmányhoz, vagy értek én az egészségügyhöz. Na most tényleg, és akkor ez az a 100 nem tudom mennyi bátor ember, 133 bátor ember, akiknek a kezében van a sorsunk sokszor. És az a lényeg viszont, el is mondja, hogy minél több pénzt tudok szerezni a közösből, akkor én megszavazok mindent, amit de én laknak. A közösségének? Tehát, hogy ő azt mondja, hogy azért jó katona módjára nyomta a gombokat, mert Dél-Békésbe tudott így pénzt most vinni. Én még hány embert mondjak, aki a közösségének szerzett pénzt, és most éppen vizsgálati fogságban van, vagy már ül hát is. A közösséget máshogy értelmezik. Persze, igen, ami a... tiéd az a mi enyém is, ami az enyém, az semmi között jelig ér a kiadóba. Szóval nem, ez semmi, szerintem túldobta a kalapácsot a célvonalon, viszont egy érdekesség mégiscsak van, csak nem úgy, ahogy ő gondolja. Emlegeti azt a bizonyos könyvet, ami már készen van, csak még bizonyos nyilatkozatokat vár hozzá, de körülbelül egy év múlva majd megjelenik. Na most ez arról szól szerintem, hogy ha az ügyeimben elítéltek gyerekek, akkor én még fogok majd ezt azt mondani. És nem pedig, mert nem várjuk annyira, mint mondjuk annak idején, nem tudom, Jókainak a új regényeit várták, szóval. Hát biztos érdeklődéssel fogják majd olvasni, akiket ez érdekel a könyvet, hogyha ez valóban megjelenik. Egy érdekes tízer minden esetre ehhez a könyvhez ez az interjú. Engem is ez rémisztett meg a legjobban, hogy ő mit gondol arról, hogy országgyűlési képviselőként neki mi a feladata. És azt hiszem, hogy bár ezzel sem értek egyet, hogy azt lehet gondolni, hogy neki a Dél-Békés fejlődése a feladata, és ő így megy az országgyűlésbe, és így hozza a döntéseket, de hogy ennek a mondatnak valóban az volt a másik vége, hogy egyébként fogalmam sem volt, hogy miről szavaztam. És hogy sajnos az országgyűlési döntéshozatal az elég régóta így működik már, hogy a szavazás előtt bekiabálják, hogy igen vagy nem, majd azt se tudják, hogy miről szavaznak, megszavazzák, igen vagy nem. Ez tényleg elég borzasztó ezzel kapcsolatban, azt hiszem, hogy ez nincs is mit hozzátenni. Szerintem nem tudják a nézők azt, mert nem járnak a parlamentbe, amit én egyébként elképedve vettem tudomásul, hogy mondjuk 94 után egy ideig
nem mentem a parlamentbe, aztán egy idő múlva igen, és nem értettem, hogy mi ez az üvöltés, ilyen kétfele üvöltés, igen, nem, egy szavazásnál, ez nem volt a ti időtökben ilyen, hogy a frakcióvezető beüvölti az igent meg a nemet, hogy felébressze azokat a képviselőket, a 133 bátor embert. Erre volt külön emberünk, aki üvöltette, ez nem a szakfrakcióvezető. Nem volt 94-ben de, ilyen. Én amikor bekerültem a parlamentbe, sőt, akkor jártam életemben először, amikor képviselő lettem, akkor amit hallottam, jegyzeteltem, már fájt a csukló, mindent jegyzeteltem, erre hétvégén odaadták a szó szerinti jegyzőkönyvet. Na, akkor jegyzetelést abbahagytam. Minden törvényt, amit tárgyaltunk, meg módosító javaslatot hazavittem, utána olvastam, hogy mi a túró lehet, az már megint a nem tudom, a nehéziparba, és a módosító indítványokat elolvastam, és megjelöltem, hogy ezt én támogatom, vagy nem támogatom. Na, amikor már reggel 4-ig tartott állandóan, mert elég pörgős volt, akkor rájöttem, hogy nekem egy bizonyos területtel kell foglalkozni, amihez én értek, a mások meg máshoz értenek, és a végén nem én egyedül, hanem mi, akik azzal a területtel foglalkozunk, mondjuk meg a többieknek, hogy itt hogy kell szavazni. Tehát ez a része teljesen természetes, hogy megmondják. Az nem természetes, hogy neki fogalma se volt, hogy miről van szó. Mert nálunk a frakció megvitatta részletesen a különböző témákat, amelyek szerepelnek, és a témák előadói elmondták, hogy miért gondolják azt, hogy ez támogatható, akinek az nem tetszett, az szólhatott. Tehát tudták a frakciót. Hiszen a frakcióban a bizottságok ülnek a frakció tagjai, és akkor az lesz valami fogalmuk, hogy melyik. Amikor egy költségvetésnél 600 módosító indítványról van szó, akkor ott megmondja a központ, hogy ennél mi a szavazat, de az nem azt jelenti, hogy a többinek halvány fogalma sincs, hogy mi folyik a parlamentben. Ja. Tehát, hogy azért van, amikor a bekiabáló is lényegi dolgot mond. Tehát, hogy funkciója nem, lehet. Ha előtte megbeszélik, akkor nincs arra funkció. Az egy ébresztő, hogy riadj föl, és igent, meg nemet mondjál. Érted? Mert egyébként, ha tudja, miről van szó, akkor azt megbeszélték előtte, hogy mi a frakció. Én csak arra gondolok, hogy a végszavazásnál, nem tudom, szavaznak egyszerre 50 törvényről, és akkor nem biztos, hogy tudja, hogy éppen most ez, és hogy ez csak én is azt mondom, az lenne a legnagyobb baj, hogy bekiabálják, hogy igen vagy nem. Hát azért volt itt egy másik nagyon hasonló eset is ugyanezen a héten, ugye én elég ritkán veszem a kezembe a nemzeti sportot, ezt be kell vallanom, de erről az interjúról, ami ebben szerepelt, szintén máshonnan szereztem tudomást, de ugye itt ez volt benne az állítás, hogy az olimpia véget ért, és miniszterelnök úr írt egy SMS-t a sportállamtitkárnak, hogy maradhat. Aha, ez nekem is nagyon. Szóval, hogy nagyon sok minden más érdekes dolog is volt ebben az interjúban, de azt hiszem, hogy ez a döntéshozatali, tehát meglepetés nem volt benne, de az, hogy milyen mintázatok vannak, abban a szempontból az ennek a nyíltsága, az még meg tudott lepni. De azért, mert akkor éppen befutott az az öthusázó hölgy, aki aranyérmet nyert, mert addig csak 5 aranyérmünk volt, és azt mondták, hogy annál többet kell elérni, és 5-nél még ki van rúgva, a 6-nál már. Na most ugye ez megint az, hogy akkor mit érdekli a sport államtitkát, a sport egésze, meg a tömegsport, meg a óvodások sportolása, ha egyszer az a lényeg, hogy a 5-tusázó futónő befut-e a célba, mert akkor jól végeztem a dolgom. Hát nem az a baj ezzel az egésszel egyébként, hogy mostanra jutott el a szakpolitikáig, adott esetben a sportig is, annak az egésznek az ellenszenvessége és összecsúszása és megrogyása, amit egyébként általában ideológiailag itt hetenként megbeszéltünk különböző nonszenszeket, hogy miért gondolják azt, hogy az alkotmánybíróság összetétele, miért gondolják azt, hogy a sajtószab, tralala, hogy ezek így mehetnek, és most eljutottunk így a valóságig, a hétköznapi valóságig, ami olyan embereket érint, akik egyébként a politikára magasról tesznek,
És már ők érzik meg, csak nem annyira érzik meg, hogy majd két év múlva, amikor elmennek szavazni, akkor azt mondják, hogy van összefüggés az, a között, hogy ma hogy bántak vele a kórházba, és a között, hogy hát, kik intézik az azért ország azért ezt dolgait. Most talán egyre többen összerakják. Hát a kórházat most már összeemelt. Meg a MÁV és a közlekedés, amivel most folytatjuk. Tehát, hogy azt azért egy idő után csak össze kell rakni, hogyha van pénz, meg van jó vezetés, akkor talán hosszú távon a magyar vasúti közlekedés is javul. Ezzel folytatjuk egy zárójelet, hogy mondjak, ha már itt a sportot behoztátok, hogy azért szurkoljunk a paralimpikonjainknak is. Most kezdődik, mert hogy megvan az első arany, legalábbis péntek délelőtt beszélgettünk, itt tartunk, hajrá. Rövid távú úszásban, igen, de hogy a többieknek is sok sikert kívánunk innen is. És akkor tényleg a MÁV-val folytatjuk, hát így egy 8 perc alatt nem biztos, hogy megváltjuk a magyar közlekedést, vasúti közlekedést, de arról fogunk beszélni, hogy például Lázár János és Vitézi Dávid csörtéje, ami a felszínen egy politikai konfliktus, a mélyén a szakmai érvek szintjén vajon kinek van igaza. Mutatjuk, hogy mi történt a MÁV-val az elmúlt héten. Egy utas videón rögzítette a baleset utáni pillanatokat, ezen jól látszik, hogy a keleti pályaudvar közelében kisiklott vagonból szállnak le az emberek. Nagyon kevésen múlt az, hogy nem lett ebből egy sokkal súlyosabb, akár számos személyisérüléssel járó szerencsétlenség. Vélekedik Vitézi Dávid a kisiklással kapcsolatban. A korábbi közlekedési államtitkár emlékeztetett, korábban az újratervezést az Európai Uniós forrásból kezdték volna el, ám Lázár János a tervezési munkákat leállította. Itt tervben volt az, hogy konkrétan ezt a négyes számú váltót, ahol ez a mostani kisiklás történt, ezt teljesen kicseréljék. A MÁV kérte ezt elhasználódás miatt, amikor dolgoztunk ennek a szakasznak a tervein. Ezek a tervek elkészültek, a beruházásra uniós forrás is volt, de Lázár János arra hivatkozva, hogy ne Budapesten költsük a pénzt, hanem vidéken, ezt is leállította. Lázár János érvei Vitézi Dávidnak arról szóltak, hogy gyakorlatilag árulás számba menő csúsztatásokat fogalmaz meg, és elárulja vasutasokat, a korábbi kollégáit, és egyébként az elmúlt 30 év mulasztásai miatt tartott a MÁV, ahol tart. Vitézi Dávid viszont azt mondja, ezt részben idéztük is, hogy kiemelt fontosságú beruházásokat konkrétan személy szerint Lázár János állított rá, és egyébként a központosítások, amit a beszerzések terén ő végrehajtott, az lehetetlenítette, hogy apróbb hibákat gyorsan és hatékonyan kijavítsanak. Hát hol lehet az igazság vajon? Ugye most, ha ez igaz, és már pedig miért ne lenne igaz, hiszen Vitézi Dávid volt a közlekedésért felelős államtitkár. Tehát, hogy az ország legokosabb embere, mert Lázár János biztos, hogy ezt gondolja magáról. Tehát azzal, hogyha nem javítatja ki a keleti pályaudvar négyes váltóját, hogy ezzel a budapestieket károsítaná meg, vagy csoportosítaná át vidékre, hát odafutnak be a debreceni, a nyíregyházi, a egri vonatok. Hát az épp úgy a vidékiek érdeke, hogy a keleti pályaudvarba a csarnok végéig be tudjon futni a vonat. Hát itt konkrét olyan szakmai tévedés, mulasztás egy miniszter részéről. Úgyhogy, ha lehet egy javaslatom, akkor Lázár János mentsék fel, és nevezzék ki Vitézi Dávidot közlekedési miniszternek, mert beruházások úgy sincsenek, ami még ehhez a minisztériumhoz tartozna, és Vitézi Dávidról sok rosszat én is el tudnék mondani, de a közlekedéshez ért. Ugye miközben a MÁV-ról megjelentek ezek a hírek, azért megjelent az, hogy több mint 300 milliárd forint jut gyorsforgalmi utak építésére, fejlesztésére, és megint sok 100 milliárd egy új Dunahídra. Külön érdekes volt, hogy egy csomó olyan községnevet megtanultam, Esztergom, még vagy nem tudom, amikről eddig még csak a férjemnek a családi nemesi előnevében az egyik például előfordul. Sose gondoltam, hogy az egy létező, Magyarországon létező község, de van. Szóval, hogy vajon miért lehet útépítésből esetleg jobban felvirágoztatni az útépítőket, vagy akik ebben a vállalkozásban működnek, mint a vasútból. De vasútépítésre is van emberünk. Hát, igen? Hogy Mészáros Lőrinek. De a tranziton is mondott egy beszédet a Lázár János, aki egyébként is szeret úgy viselkedni, mint aki személyesen nyalta hegyesre a piramisokat. És ott erre a Vitézi vitára utáló elmondta, hogy az ő dolga
az az emberekkel foglalkozni, tehát a MÁV-nál dolgozókkal, meg az utasokkal, az a vassal, az nem az ő dolga. Jó, hát ott a négyes váltónál két csavar elszakadt, tehát az nem az ő dolga, csak akkor, ha személyi problémákat vagy embereket érint. Na most a Vitéz is mondta, ott jött egy másik vonat. Ha annak a vezetője nincs észnél, vagy gyorsabban jön, akkor ott akkora katasztrófa ütött volna be attól a két kis csavartól, amivel egyébként Lázár nem akar foglalkozni, hogy borzasztó. És ugye ez pedig, hogy a Lázár fogja a papírt és kihúzkodja, és a budapesti beruházás mellé odaírja, hogy na ezt aztán pláne nem. Igen. Tehát a pláne nem az nem arra, baj, ha három csavar lesz rossz, akkor kicseréljük. Igen. Csak ugye a másik fele, amit itt a Vitézi mondott, hogy konkrétan ezt a négyes váltó cseréjét kérték a mávosok, mert rossz, de ezt is kihúzta. És akkor mindenki úgy csinált, hogy ja, ha ki van húzva, akkor nem érdekel minket a négyes váltó. De valami hát Európai Uniós forrás is volt állítólag. Abból lett volna, igen, azt is. De engem az is érdekelne, hogy ki az a felelős vezető, aki tudja, hogy az a váltó már lassan működésképtelen, ja, nincs pénz, akkor ha maradjon. Hát majdnem meghaltak emberek emiatt. Na most, és egyébként pedig ugyanoda jutottunk ezzel, hogy azt mondja, hogy ő csak az emberek érdeklik. Hát csak szólnék neki, hogy a kormányülésen vesse fel a problémát, mert embereket érint a Iványi ügy, embereket érint a védőnő hálózat ügy, embereket érint a gyerekvédelem, az egészségügy, az oktatás, meg még a jövőnket is ráadásul. De megint a felszínen kotorászik a MÁV-nál, és hazudozik össze-vissza mindenféle fejlesztésekről, amik aztán majd nem valósul. De bocsánat, de ezért, tehát a vasút se csak sín, és nem csak amiatt érint embereket, mert emberek dolgoznak ott, hanem azok az emberek, azok el akarnak jutni orvoshoz, el akarnak jutni iskolába, el akarnak jutni üdülni, és tudom, hogy ez egy szakmai ártalom nekem jogászként, hogy minden emberi jogokat látok, de az, hogy valakinek legyen hozzáférése egészségügyi ellátáshoz, és el tudjon menni arra az életmentő kezelésre adott esetben vasúttal, az egy emberi jogi kérdés. Említettétek ezeket az útfelújításokat. Ez szerintem egy nagyon érdekes szám, ez a 300-400 milliárd forint, de azért volt itt idén egy másik szám, az 1200 milliárd forintos repülőtérvásárlás. Tehát, hogy egy repülőteret azt ugye meg tudunk venni 1200 milliárd forintból, de a négyes vágány csavarját azt nem tudjuk kicserélni. Tehát, hogy itt azért preferenciaállítási problémák is azt hiszem, hogy vannak, amivel érdemes volna foglalkozni. És a harmadik dolog, amit mondani szerettem volna, az pedig a döntéshozatalnak a minősége és a folyamata, hogy SMS-ben írom meg, hogy maradhat, az ugyanaz, mint hogy tényleg egy miniszternek kell eldönteni azt, hogy a vágány váltó csere projekt az folytatódhat-e, vagy nem. Tehát hol vannak ebben a szakmai döntések? Hát nem, nyilván nem neki kell, de viszont neki kell a pénzt biztosítania hozzá. És ugye, hogy próbáljam olyan keretes szerkezetbe, tehát ahogy láttuk, hogy Maruzsa Zoltán nem tudott arról, amit 22-én megüzentek, vagy elmondtak neki. Ugyanúgy Lázár János kiállítja sajtótájékoztatóra azt a MÁV vezérigazgatót, akit egyébként már ő augusztus 31-i hatállyal felmentett. Uh-huh. Tehát a legokosabb ember az egyben a legbátrabb is. Tényleg keretes szerkezet volt, felfűztünk mindent egy mintára a mai adásban, nagyon szépen köszönöm. Ha bárkinek fájóan hiányzik az a téma, hogy a válaszolány értesülései szerint a határon túliak esetleg 26-ban már nem csak pártlistára, hanem egyéniekre is szavazhatnak majd a magyarországi választáson, azt egyrésztről megértjük, másrésztről egy picit várunk, hogy még konkrétumok kiderüljenek. Biztosak benne, hogy a következő hetekben, hónapokban erről is fogunk itt beszélni, de ma eddig jutottunk, köszönöm még egyszer, és köszönjük a figyelmet, maradjanak itt az ATV-n, szép estét!